ezen a mai estén minden Jézusról szól. Nem minthogyha itt nem minden vasárnapi istentiszteleten róla lenne szó, de most nem valamilyen igazságról lesz szó, nem is arról, hogy Jézus hogyan akarná vezetni a gyülekezetünket, hanem ő róla magáról. Most így a helyünkön ülve hallgassuk a nagypénteki történések üzenetét. Lukács evangélium a 23. fejezetéből, a 26. verstől így hangzik az élő Isten szava. Amikor elvezették őt, tudnélik Jézust, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert íme jönnek majd napok, amikor ezt mondják. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek. Essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanolyan ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Urunk, engedj közel magunkat a te szívedhez, és ezekhez a történésekhez. Amen. Mi az, amit a legjobban szeretsz csinálni az ünnepek alatt? Mi az, amire a leginkább vágysz egy-egy ünnep, egy-egy szabadnap kapcsán? Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy az, hogy együtt legyél azokkal, akiket szeretsz. Így van? Most az előbb más aspektusból hoztam a játszóházat, ami előtt rengeteg autó áll, de tulajdonképpen erről van szó. Amit a legjobban szeretünk az ünnepekben, az az, hogy együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk. Végre. Végre időt tölthetünk azokkal, akikkel egyébként
nem mindig sikerül időt töltenünk. Jézus is pontosan ugyanígy van ezzel. Az ünnep lényege az, hogy találkozzunk vele, hogy együtt legyünk vele. És a mai napon úgy szeretnélek keresztül vezetni benneteket a nagy pénteki esemény soron, a nagy csütörtöki és nagy pénteki esemény soron, hogy a vége, a csúcsa, a koronája mindennek az az lesz, hogy Jézus másra sem vágyik, mint hogy végre újra velünk együtt legyen. És mindeközben szeretnék arra rendkívül élesen rávilágítani, hogy Jézus a kereszten mutatta be a legerőteljesebben, hogy ura minden helyzetnek. Talán emlékeztek, hogy virágvasárnap ezzel a gondolattal zártuk a közös alkalmunkat. Hogy Jézus ura minden helyzetnek. Mert az, hogy király, az azt jelenti, hogy ő ura minden helyzetnek. Mindenféle szempontból, minden időben ő ura minden helyzetnek. A mai napon ezt fogjuk feltenni, mint egy koronát Jézus mesterművére. Jézus ott a kereszten mutatta meg legerőteljesebben, hogy ura minden helyzetnek. És hogyha ő még a kereszten is, még fuldokolva is, még átszegezve is mindennek pontosan ura, és mindent pontosan tud, akkor hogy ne lenne ura az életed bármilyen egyéb dolgának, amikor most feltámadottan ereje teljében uralkodik. Értitek ezt? Hogyha az Isten fia még fuldokolva is, a kereszten is ura a helyzetnek, akkor hogy ne lenne ura az életed minden helyzetének, amikor most feltámadva uralkodik, és készül visszajönni, érted és értem, hogy hazavigyen bennünket. A bűnnel kapcsolatban gyakran arra jutok, hogy valójában fogalmunk sincs, halvány lila fogalmunk sincs, hogy mekkora pusztulást okoz a bűn a világban. Úgy szépen hozzászoktunk a jelenlétéhez. Megtanulunk élni itt valahogy a bűnben, de valójában fogalmunk sincs, hogy ez mekkora pusztulás. Hogyha fogalmunk lenne, akkor elborzadnánk, akkor a szívünk meghasadna. Hogyha lenne fogalmunk, hogy mi történt ahhoz képest, a tökéletességhez képest, amit Isten nekünk készített, és hogy milyen életet vagyunk kénytelenek most élni Isten nélkül, akkor abba elborzadnánk. Valahogy nagyon néha, hogyha ezen gondolkozva Isten előtt elcsendesedünk, akkor megérinti a bűn tragédiája a szívünket, de az esetet döntő többségében nem. Isten viszont ezzel együtt él. Azzal a fájdalommal együtt, hogy kénytelen nélkünk a kedvenc teremtményei, a gyermekei nélkül élni. Mi pedig fel sem tudjuk fogni ezt a fájdalmat. Fel sem tudjuk fogni, hogy a legnagyobb bűn, amit valaha elkövethettünk, az éppen az, hogy megöljük az ő fiát. És még ezt sem tudjuk igazán érteni. És a legbrutálisabb dolog az egészben az az, hogy keresztényekként is hivatkozunk arra, hogy igen, Istennek értünk kellett feláldozni a fiát, de a hétköznapokban mennyire valóság ez a számunkra? Te kiért adnád oda a gyerekedet? Holnap. Kiért adnád oda a saját gyerekedet? Hát éppen elég ennek a szörnyűségeibe belegondolni, és már is egy picit közelebb jön hozzánk. Az emberek az ünnepek során arra vágynak, hogy együtt legyenek. Arra vágynak, hogy végre ne kelljen semmit csinálni, hogy együtt lehessünk, hogy gyönyörködhessünk egymásban, hogy jókat beszélgethessünk, hogy nagyokat ehessünk, ihassunk, pihenhessünk, így van. Jézus pontosan ugyanerre vágyik velünk, és ezt készíti elő. Ehhez azonban keresztre kellett mennie.
ezt olvastuk, a 20, illetve ezt olvashatjuk a 22. fejezet 41-44. Versében. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, tudnélik a Gecsemáné kertben, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. 2000 év kereszténysége alatt annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy Jézusnak az a dolga, hogy meghaljon értünk. Jézusnak ez volt a dolga. Hát mi sem természetesen, nem? Még jó, hogy megcsinálta. Hát neki ez volt a dolga. A következő igéken, ahogy átmegyünk és közel engedjük a szívünkhöz ezeket az igéket, azt szeretném bemutatni, hogy Jézusnak ez nem volt sem a dolga. Nem volt neki egyszerű, nem volt neki kellemes. Mindenestől pont ugyanannyira brutális, tragikus, fájdalmas szenvedésekkel teli volt számára meghalni értünk, és vállalni mindazt, ami ezzel együtt jár, mintha most neked vagy nekem kellene ezt vállalni. Pontosan ugyanannyira. Halálos gyötrődésében imádkozott. Isten egy angyalt küld a mennyből, hogy erősítse őt. Érzitek ennek a groteszkségét? Szerintetek mit gondolhatott az az angyal? Ahogy támogatja a földre rogyott, verejtékező, halálosan, félelemben gyötrődő Jézust. Szerintetek mit gondolhatott ez az angyal? Mi történik itt? Csak azért nem vette elő a kardját, mert mint angyali lény tökéletesen engedelmes. És mivel az volt a feladata, hogy támogasd a fiamat, ezért támogatta őt. De szerintetek mi zajlódhatott le a fejében? Az, hogy Uram, itt vagyok, szétvágok közöttük. Hát mik ezek? Meg fognak ölni. Mit csinálnak veled? Mire készülsz? Miért? Egy olyan angyal, akinek eddig Jézus parancsolt. Képzeljétek el! Eddig Jézus parancsolt neki, teljhatalommal. Most pedig ott van, és neki kell őriznie és bátorítania azt, aki egészen eddig neki parancsolt. Hát nem az futhatott át az agyán, hogy feje tetejére állt a világ. Nem értem, hogy mi történik itt. Még jó, hogy az atya tudja, mert én nem értem. Még jó, hogy az atya tudatában van annak, hogy mit csinál. Az angyaloknak ezen a ponton ugyanúgy hinniük kellett, és ugyanúgy engedelmeskedniük kellett. Nehogy féltő szeretetből fellázadjanak az Isten terve ellen. Gondoljatok bele ebbe. Jézus halálosan gyötrődik, annyira fél, verejtékezik. Olyan a verejtéke, mint hogyha vért verejtékezne. Döbbenet. Máté evangélium a 25. fejezet, 26. fejezetében, az 52-54. versekben így olvasunk az ezt követő eseményekről. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tudnélik Péterhez. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Miután Jézus megharcolta a maga harcát, és felállt ebből a halálos gyötrődésből, mindent pontosan az atya akarata és tervei szerint végez. Még akkor is, hogyha látni fogjuk, hogy ez milyen gyötrődéssel, fájdalommal, kínlódással, gúnyolódással együtt jár. Jézus
A passió történet során újra és újra rávilágít arra, hogy ő ura a helyzetnek, hogy ő tudja, hogy mi történik, hogy ez nem véletlenül történik meg vele, nem azért, mert hagyja, hogy valami megtörténjen vele, hanem ő azt akarja, hogy ezek az események megtörténjenek vele, mert ez vezet a mi szabadulásunkhoz, még akkor is, hogyha ez az életébe kerül. És időnként végtelenül kiózanítóan beszél arról, hogy egyébként mi vár azokra, akik ezt elkövetik vele. Például azt mondja, hogy legyen nyilvánvaló mindannyiótok számára, hogy nem arról van szó, hogy én gyenge lennék. Nem azért foghattok el, mert én gyenge vagyok. 12 légiónyi angyal áll készenlétben. Az egyik most volt itt, hogy erősítsen engem. 12,000 valahány száz angyal. Annyi állna készenlétben, hogy itt rendet tegyen, de én nem akarom. Máskor ezt olvastuk. Anyák, ne engem sirassatok, hanem magatokat sirassátok. Mondja ezt Jézus úgy, hogy már a megkorbácsolás után, már a megkínzás után viszi a keresztet, jobban mondva már ereje sincs vinni a keresztet, hanem Cirénei Simon viszi utána. De ebben a helyzetben is olyan tisztán látja az eseményeket, hogy azt mondja, hogy anyák, anyák, ne engem sirassatok, hanem magatokat sirassátok, meg azokat, akik nem tudják, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha nem adjátok át az életeteket az Úrnak. Mert hogyha a zöldellő fával ezt teszik, értsd, ha az élettel, az élet urával ezt meri tenni az ember, hogy megkorbácsolja, leköpi, megbotozza, kigúnyolja, és keresztre feszíti. Ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal? Értsétek, gyerekek, veletek! Szerintetek milyen büntetés vár azokra, akik ezt véghez viszik, és nem adják át az életüket? Jézus kíméletlenül, szigorúan jelzi előre, hogy ő ura a helyzetnek. Mindent tud, de ő azt akarja, hogy ez így legyen. Amikor faggatják őt a nagy tanács tagjai, és gúnyolják, és újra rákérdeznek, hogy valljál most már szint, hogy te vagy-e az Isten fia, akkor egyszer csak Jézusból kiszakad, hogy igen, én vagyok. Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát eljönni nagy felhőkön és teljes dicsőségben. Na de akkor tessék reszketni. Mert akkor ti lesztek hasonló helyzetben, mint most én. Szóval, Jézus minden hatalmáról lemondva vállalja értünk a keresztet. Minden hatalmáról lemondva. Egy szavába került volna, hogy az egész emberiségnek vége legyen. Mindenkinek. Te hogy viselkedsz, amikor fáradt vagy? Mennyire tudod fékezni az indulataidat, amikor fáradt vagy? Hogy viselkedsz akkor, amikor valamilyen nagy eseményre készülsz? Egy fontos meetingre, ahol neked kell prezentálnod, egy fontos vizsgára, amin a következő fél éved múlik, egy fontos megmérettetésre, amin a jövőd múlik, úgy tűnik, egy fontos eseményre, ahol neked kell felszólalnod. Hogyan szoktál ilyenkor viselkedni? Inkább a nyugodtság jellemző rád, a higgadtság? Hogyan tudod az indulataidat kontrollálni? Hogyan tudod az érzelmeidet kontrollálni? Jézus mindezek közben ura volt a saját érzelmeinek és indulatainak. Az egész esemény sor a nagy vacsoránál, az utolsó vacsoránál kezdődik. Az utolsó vacsoráról azt gondolnánk, hogy
Hát az egy olyan békés, nyugodt, meghitt, barátságos esemény volt. Közben, hogyha utána olvastok, akkor egy, Jézus már tudta, hogy mi fog vele történni. Hát én, amikor akár csak egy Isten tiszteletre készülök, akkor a vége felé, amikor a családdal készülődünk, hogy jövünk ide, akkor már nem vagyok teljesen nyugodt. Már nem tudok minden egyébre figyelni, arra fókuszálok, hogy itt minden rendben történjen. Jézus a munkásságának az egyik legfontosabb üzenetét akarta elmondani a tanítványoknak, és közben tudta, hogy hamarosan el fogják árulni őt. Tudta, hogy valamelyik barátjának a keze egyszerre nyúl a tálba az övével, annyira mély és intim közösségben vannak, és tudta, hogy valaki el fogja árulni őt. Tudta, hogy az árulás nyomán borzasztó fájdalmakat kell majd kiállnia, és nem tudta, hogy mikor történik ez, csak azt, hogy hamarosan. Az úrvacsorai eseményekből mégis azt tükröződik, hogy Jézus ideges lett volna, vagy frusztrált. Vagy kiosztotta volna a tanítványokat, hogy hagyjatok már békén, hát nem látjátok, milyen fontos dologra készülök? Nem. Aztán, amikor elhangzik ez a bizonyos mondat, hogy egy közületek elárul engem, és elkezdenek a tanítványok ott, az utolsó vacsorán vitatkozni és veszekedni, hogy hát én biztos nem, szerintem te. Hát én kiszálltam a hajóból, amikor az Úr mondta. Hát igen, de közben rád mondta, hogy sátán van benned, ember. Én biztos nem, de mert te még tüzet is kértél volna az égből, aztán jól megrott téged az Úr, hogy ilyet azért nem kérünk ám. Az egész utolsó vacsora egy végtelenül feszült, ideges légkörben történt. És a végén mennek énekelni az olajfák hegyére, mert ez is hozzátartozott a szokásjoghoz, hogy eléneklik a zsoltárokat, és ott Jézus már halálosan gyötrődik. És mégis folyamatosan tudta kontrollálni önmagát, mert tudta azt, hogy mire készül, és tudta azt, hogy ezen végig kell mennie. Minden hatalmáról lemondva. Minden hatalmáról lemondva, és mindenkitől elhagyottan kellett átélnie ezeket az eseményeket. Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Halálos gyötrődésben, lemondva minden hatalmáról, úgy, hogy a legjobb barátjai ott hagyják. Most csak képzeld magad elé azokat, akiket a legjobban szeretsz, akik a legközelebb állnak hozzád. A barátaid, akikkel sok időt töltesz. És a legnagyobb nyomorúság, fájdalom és félelem közben hagynak ott. A legjobb barátaid. Mennyire maradnál nyugodt? Nem tudom, szoktatok-e káromkodni, szerintem a legtöbben nem. Az ne tegye fel a kezét, aki fejben szokott káromkodni. Mik jutnának eszedbe azokról, akik ott hagynak, akikkel éveket töltöttél együtt, akikkel a legjobb barátságban vagy, vagy voltál, vagy akkor most kik ezek az emberek, és innentől kezdve hogyan néz rájuk? A tanítványai mind elhagyták őt, és elfutottak. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma
mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. A legjobb barátja. 3 éven keresztül, éjjel-nappal, mennyi időt, mennyi energiát vetett Péterbe az Úr. Abba, hogy Péter ne Simon maradjon, nátszál, hanem hogy kőszikla legyen belőle. Mennyi időt vetett az Úr Péterbe. De nem kényszerből, önként, szeretetből, mert tudta, hogy Péter milyen ember. Tudta, hogy mi lakozik benne. Tudta azt is, hogy Péter el fogja árulni. Ő maga mondta el neki előre. Péter, a sátán kikért, hogy megrostáljon titeket, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Akkor szerintetek milyen az, amikor elfogyatkozik az ember hite, ha ez még nem az? Hogy majd, ha megtérsz, erősítsd a te testvéreidet. És Péter sír, keservesen sír, tudja, hogy nem így kellene ennek lenni. Tudja, hogy neki barátja Jézus, és mestere. És ő az, aki parancsolt meg nekem, hogy oda menjek hozzád a vizen, és tényleg komolyan gondolja, és jár a vizen. És ő az, aki azt mondja az utolsó vacsoránál, hogy Uram, ha ez azt jelenti, hogy hozzád tartozom, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, a fejemet mindenestől. Ő ez, és komolyan gondolja. Úgyhogy, ha Péterbe ennyi időt vetett az Úr, és mégis megtagadta őt, és mégis volt számára bocsánat, akkor ne legyen kétséged afelől, hogy neked is mindig van bocsánat. Mindig van. Ismer téged. Péterbe 3 évnyit vetett az Úr, és mégis tárt karokkal várta vissza. Beléd hány évet vetett már az Úr? Hány éve gyúr téged? Tomikám, még mindig nem érted? Na nem baj, elmondom még egyszer. 20 éve. Hát szégyelhetném magamat. Péterhez képest hányszor rosszabb helyzetben vagyok. Persze mondhatom, hogy én nem tagadtam meg úgy, mint Péter. Azért van különbség. De tudja az Úr, tudja pontosan, hogy van még velem feladat. De azt is akarja, hogy tudd, hogy soha nem fog lemondani rólad. Nem fog lemondani rólad, amíg ezen a földön vagyunk. Elhagyták a barátai, elhagyta a legjobb barátja, és a végén még az atya is elhagyta. Nem nyelvbotlás, tudjátok jól, ott a kereszten, amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez valóság. Jézus nem csak úgy érzi, hogy az atya elhagyja, az atya ott elhagyja Jézust. Na ez az, amit mi nem tudunk elképzelni. Milyen, hogy sok milliárd ember végtelen bűne helyeződik egyszerre Jézus vállaira. Hogy mennyire szeretnél te ölelgetni valaki olyat, aki embereket öl, aki nőket erőszakol, aki gyerekeket molesztál, aki embereknek a pénzét lopja el. Mennyire szeretnél ilyeneket? Mennyire szeretnél olyat, aki a férjét vagy a feleségét csalja meg, aki a munkatársainak hazudik folyamatosan, aki sikkaszt? Mennyire szeretnél egy ilyen embert ölelgetni, egyáltalán ránézni? Ezek vagyunk mi. Úgyhogy ne essék félreértés, amikor Jézusra nem néz az atya. Azért nem néz rá, hogy rád tudjon nézni. Mert amúgy rád nem akarna nézni, meg rám. És elfordítaná a fejét, és azt mondaná, hogy mi nem egy csapatban focizunk. Te engem így nem érdekelsz. De azért, hogy ne téged meg engem kelljen visszautasítania, ezért helyezi Jézusra a világ összes bűnét. Úgyhogy minden hatalmáról lemondva, mindenkitől elhagyottan,
A legnagyobb fizikai fájdalmak között még a gúnyolódást is tűri értünk Jézus. Hát nézzétek, mindenki gúnyolja. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték. Ki ütött meg téged, prófétált meg? És sok más szidalmat is szórtak rá. Idegenek, katonák. Mert a háborús elmebaj, amikor valaki folyamatosan arra kényszerül, hogy harci készültségben legyen, amikor számára mindenki ellenség folyamatosan, egy idő után elveszíti az emberségét. Hát főleg egy bűnözővel szemben. Hát még jó, azt lehet csak úgy gúnyolni. Aztán nézzétek. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. A király, akinek első kézből kellett volna felismernie, hogy ki a messiás. Neki aztán tényleg. Minden tanácsadó, minden bölcs, minden írástudó az ő rendelkezésére állt. Neki aztán tudnia kellett volna. Mégis mire képes? Gúnyra, megvetésre. Te mennyire tűröd amúgy, hogyha megvetően bánnak veled? Mert persze megint visszajutunk odáig, hogy hát Jézusnak ez bírnia kellett, hát ő Jézus. Hát még jó, hogy bírta. Te mennyire bírod, hogyha megvetően bánnak veled? Még el sem kell jutni odáig, hogy megvetően bánjanak veled. Te mennyire bírod, hogyha nem tisztelnek? Hogyha nem adják meg neked azt a tiszteletet, amiről úgy gondolod, hogy az a tied lenne? Mennyire bírod? Hogyha nem a pozíciódnak megfelelően beszélnek veled, hogyha nem köszönnek neked, hogyha méltatlanul bánnak veled a munkahelyeden, mennyire bírod? Jézust mindenki gúnyolta. Na hát ő aztán kikérhette volna magának. Ő aztán tényleg szétcsaphatott volna. És nézzétek, ahogyan haladunk előre az eseményekben. Itt arról van szó, hogy már megkorbácsolták őt. Börtönben van. A legkeményebb fizikai fájdalmakat kell átélnie. Belőled mit hoz ki a szenvedés? Csak egy kis betegség. Egy férfi nátha. Mit csinál belőled? Jobb kedvű leszel tőle, szeretetteljesebb, elfogadóbb, kedvesebb? A szenvedéstől. Általában véve az emberek nem. Az embereket a szenvedés, az emberekből a szenvedés kihozza a legrosszabb énjüket. De Jézusnál nem ezt látjuk. De nem azért, mert ő az Isten fia, hanem azért, mert ő így döntött. Mert úgy döntött, amikor felállt abból a halálos gyötrődésből, hogy én végigmegyek ezen, atyám. Érted, és értük. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. Nézzetek, mindenkinek most jut eszébe, hogy a messiásnak meg kéne mentenie magát. És tudjátok, amikor Jézus ezeket hallja, akkor már alig kap levegőt. Akkor már túl van azon, hogy megkorbácsolták, túl van azon, hogy nem evett, nem ivott, már bő egy napja.
Túl van azon, hogy vinnie kellett a keresztet, amit annyira nem bírt, hogy már másnak kellett vinnie. És akkor azt kell hallania, hogy mentsd meg magadat. Úgy, hogy éppen az előbb beszéltük meg, hogy minden hatalmáról lemondott. Meg tudta volna menteni magát? Meg tudta volna menteni. És elkezd átkozódni, szitkozódni. Mondja azt, hogy hagyjátok abba, fejezzétek be. Nem akarom megmenteni magamat, mégpedig értetek, nem akarom megmenteni magamat, ilyenek meg olyanok. Alig kap levegőt, mert a kereszt halál az fulladásos halál. Végül a saját súlyodat nem tudod tartani, és megfulladsz. De Jézus nem kiabál, nem átkozódik, nem szitkozódik, pedig a valóságos üzenet az az lenne, hogy nem akarom megmenteni magamat, és addig jó nektek, amíg nem mentem meg magamat. És addig jó nektek, amíg nem jön a 12 sereg angyal. És addig jó nektek, amíg nem csukom össze ezt az egész föld nevű bolygót, és nem mondom azt, hogy végeztem veletek. Addig jó nektek, amíg én itt vagyok. De ezt nem fogjátok föl. A legnagyobb fizikai fájdalmak között még a gúnyolódást is tűrte. Nem akarom megmenteni magamat. Ez lett volna az igazság. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Lukács, a történész, orvos, kíméletlenül realista. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Ez volt. Ez kivégzés volt. Nem volt benne semmi magasztos, semmi szép, semmi nemes, semmi fenkölt. Ez egy kivégzés volt. Pont ugyanannyira brutális, pont ugyanannyira értelmetlen, mint bármilyen kivégzés. Nem tudják, mit cselekszenek. Ez az igazság. Mert hogyha tudnánk, hogy mit tettünk ott, akkor körülbelül így kellene néznünk, így kellene elborzadnunk. Ugye ismeritek ezt a képet? Hogyha tudatában lennénk, hogy mit tettünk az Isten fiával, így kellene néznünk. Volt már, amikor így tudatosult benned, hogy mit tettem én Jézussal, hogy mit tettek az én bűneim Jézussal? Volt már olyan, hogy görcsbe rándított annak a felismerése, hogy te jó ég, mit tettem én az Úrral? Csak gondoljunk bele egy pillanatra, csak hagyjuk, hogy az örökké valóság és a láthatatlan világ egy kicsit megérintsen bennünket, itt a bukott kis földbolygónak, ebben a poros kis szegletében. Gondolj arra, hogy te megölted a tökéletes világból származó, tökéletes Isten egyetlen fiát. Lehetetlen, hogy ezen ne borzadj el. És végül ezzel szeretném befejezni. Minden hatalmáról lemondva, mindenkitől elhagyottan, a legnagyobb fizikai fájdalmak között még a gúnyolódást is tűrve, tudjátok miért tette ezt? Mert az lebegett a szeme előtt, döbbenet,
Az lebegett a szeme előtt, hogy minket felemeljem, és otthon újra együtt vacsorázzunk. Azért tette ezt. Nézzétek, az utolsó vacsora képei között miről beszél Jézus. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Páska vacsora. Az egyiptomi szabadulás ünnepét ülte Jézus a tanítványaival együtt. A Pészachot, görögösen Páskát. Körülbelül addigra már 1200 éve minden évben megünnepelte a zsidó nép az Egyiptomból való szabadulást, a Páskát, a Pészachot. 1200 éve mindig emlékeztették magukat arra, hogy Isten kihozott bennünket erős kézzel és kinyújtott karral Egyiptomból, a szolgasság földjéről. Miért? Hogy bevigyen bennünket a tejjel és mézzel folyó Kánaánba. 1200 éve minden évben megünnepelték. Jézus is mióta az eszét tudta, mindig ünnepelte a Páskát. És most azt mondja, hogy ide figyeljetek, fiúk, ez az utolsó. A következőt, amikor elfogyasztjuk, az akkor lesz, amikor beteljesedik. Nem lesz több ünneplés, nem lesz több megemlékezés, amikor csak emlékszünk arra, hogy milyen lehet szabadulni a bűnből, milyen lehet szabadulni a rabszolgaságból. Nem lesz több úrvacsora, amikor csak emlékszünk arra, hogy milyen Jézussal közösségben lenni, de valójában nem látjuk őt, és csak töredékében tapasztaljuk őt ahhoz képest, minthogyha itt lenne velünk a maga teljességében. És azt mondja Jézus, hogy én erre vágyom. Azért vállalom mindezeket, mert én arra vágyom, hogy felemeljelek titeket, hogy hazavigyelek benneteket. Én már azt akarom enni, amikor ez az egész beteljesedik, ahhoz viszont le kell vágni az Isten páska bárányát. Na ezért csinálom én ezt, fiúk, lányok. Látjátok, hogy mi van Jézus szívén. Hát ezért mondom, hogy semmi baj nincsen azzal, hogyha egy-egy ünnepnek a kapcsán az lebeg a szemed előtt, hogy bárcsak minél több időt együtt tölthetnék azzal, akiket szeretek. Ez a lényeg. Minden egyes ünnepünk csak előkészít arra a nagyra, arra az utolsóra és elsőre, mert onnantól kezdve mindig ünnepelni fogunk. Mindig, szünet nélkül és folyamatosan. Mert aztán folytatja. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Hát ez csodálatos. Ez fantasztikus. Drágáim, ezért vagyunk ma együtt. Amit ma csinálunk, az meg sem közelíti azt, amiben részünk lesz. De emlékeztetjük magunkat, és ettől van nálunk nagyobb érték mindenkihez képest, aki körbevesz bennünket a környezetünkben. Lehet, hogy nem érzed magad gazdagnak. Lehet, hogy nem érzed magad jónak. Lehet, hogy nem érzed úgy, hogy az életed éppen jó irányba menne. Lehet, hogy nem érzed, hogy topon lennél. De az igazság az, hogy amiatt, hogy ma itt vagy, hogy osztozol a közös hitünkben, tudod, hogy miben osztozol? Tudod, hogy az a királyság, amiről Jézus itt beszél, a szó szerint bármelyik pillanatban itt lehet? Itt teljesednek be a jelek a napjainkban. Mikor hallottál utoljára ennyiszer földrengésről ilyen közel egymáshoz? Mikor voltunk legutóbb ilyen közelében egy nagy háborúnak?
És sokszor megbeszéltük már, hogy ezek nem direkt jelek, de azt mondja az Úr, hogy ezeket számoljátok úgy, mint annak a jelét, hogy egyre közelebb vagyok. Az pedig azt jelenti, hogy egyre közelebb vagyok. Bármelyik pillanatban kinyithatja az Úr az örökké valóság kapuit. Bármikor. Miről beszél itt? Azt mondja, tiétek lesz az ország. Az övé. Örökségül hagyom nektek. Fel tudjátok ezt fogni? Az, ami az övé, azt megosztja velünk. Nem ragaszkodik hozzá. Evés és ivás. Hát ez a mi nagy kedvencünk. Igazából most is ez van a szívünk mélyén, nem? Hazamegyek, fogok enni egy jót. Igaz? Nem baj. Én is. Ez így jó. Aztán húsvétkor megint fogunk enni egy jót. Aztán megint. És az ünnepeink erről szólnak, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk, és jókat eszünk és iszunk. Miért? Mert Jézus is pont ugyanerre vágyik. És azt mondja, hogy arra vágyom, hogy végre eljöjjön az a nap, amikor leülhettek a méltó asztalhoz. Nem ehhez, ez se rossz, amikor most együtt vagytok. A méltó asztalhoz, a méltó helyetekre, az én asztalomnál, az én királyságomban, ott a ti helyetek. Záró gondolat. Tudjátok, kiknek mondja ezt? Akik néhány órával később el fogják őt árulni. Akik miatt néhány órával később minden hatalmáról le kell mondania, akik miatt mindenki el fogja hagyni, többek között ők is, és akik miatt a legbrutálisabb szenvedéseket át kell élnie. Na azoknak mondja, hogy arra vágyom, hogy végre újra veletek együtt legyek. De addigra ők meg fogják tagadni, el fogják árulni, el fogják hagyni őt. Mert Jézus tudja, hogy ilyenek vagyunk. És mégis azt akarja, hogy a te neved is ott legyen felírva, drága kőbe vésve, ott legyen a nagy karácsonyi vacsora asztalon. Azt akarja. De hogy karácsonyi, mennyei. Értitek? Azt akarja, hogy neked is helyed legyen. Azt akarja, hogy neked is uralmad legyen. Hogy neked is hatalmad legyen. Hát nem döbbenet? És végig ez lebeg a szeme előtt. Amikor elhagyjuk, amikor megtagadjuk, amikor leköpjük, amikor megkorbácsoljuk, amikor keresztre feszítjük. Azért nem akad ki, azért nem szitkozódik, azért nem átkozódik, azért nem küld el mindenkit jó messzire, azért nem száll rá a keresztről, azért nem hívja az angyalokat, azért nem hív 12 seregnyit, mert azt akarja, hogy te is ott legyél vele annál a nagy ünnepi asztalnál, ami tényleg evésről és ivásról és örök boldogságról szól. Amen. Úgyhogy amikor úrvacsorázunk, most a következő percekben, akkor nyugodtan gondolj bele abba, hogy még néhány ilyen, de ez csak a halvány előképe annak, ami ránk vár. A mi úrvacsorai gyakorlatunkra a rendezettség jellemző, a visszafogottság, és ez jól van így, hiszen mégiscsak az Úr halálára emlékezünk. De szeretném, hogyha ma egy kicsit tovább is mennénk ezen, hogyha amikor ma veszed az úrvacsorát, akkor mosolyra húzódna a szád, akkor elöntené valami derűs napfény a szívedet, még akkor is, hogyha nagy péntek van. És hogyha elöntene annak a nagy vacsorának a boldogsága, amire várunk. És hagyd, hogy az Úr közel jöjjön hozzád.
És aztán így az úrvacsorai közösségben felszabadultan, így lesz lehetőségünk jönni a kereszthez, egyenként, családonként, és egyszerűen csak odajönni az Úr elé, ahogyan vagyunk. Gyertek, álljunk fel, imádkozni fogunk, aztán pedig dicsérjük az Urat. Urunk, köszönjük neked, hogy hívsz bennünket ahhoz a nagy vacsorához. És köszönjük, Urunk, hogy készülnek a helyek, készül az ünnepi dísz, és köszönjük, Urunk, hogy azt mondja a te igéd, hogy a gyalázattal nem törődve vállaltad a keresztet. És Urunk, így akarunk felnézni rád, hogy a lelkünkben megfáradva el ne csüggedjünk. Urunk, így akarunk rád nézni, akkor is, amikor nem jönnek össze a dolgaink. Akkor is, amikor nem érezzük magunkat értékesnek vagy méltónak a te királyságodra. Urunk, közel akarjuk engedni a te szeretetedet ma a szívünkhöz. Kérünk, hogy jöjj és töltsd be bennünket a te lelkeddel. Töltsd be bennünket a te derűddel, a feltámadás örömével. Köszönjük, hogy azért vállaltad ezt, hogy ott lehessünk veled. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.